Iskolánk a Baranya megyei szakképzési centrum Garai Miklós Technikum és Szakképzőiskola 4 ágazatban képzi a tanulókat Siklóson. A vendéglátás turisztika ágazatban technikusi és szakképző osztályainkba várjuk a diákokat. Hirdetünk technikusi képzést a kereskedelemben, és a most már kereskedelmi értékesítőnek nevezett eladóképzést is kínáljuk. A gépészet szakképző ágazatban hegesztőket, az élelmiszer ágazatban pedig pékeket képzünk. A szakképzés 3 éves, a technikusi képzés azonban változott. A korábbi 4+1 helyett 5 éves lett, melynek végén érettségi vizsgát tesznek a diákok, és technikusi oklevelet kapnak. Valamennyi képzésünk keresett a környéken, azért is indítottuk el például a hegesztőt, azt kifejezetten vállalati megkeresésre kezdtük el megszervezni, és abból is látszik, hogy mekkora igény van rá, hogy az idei évben kb. 3-szoros túljelentkezés van a felvett létszámhoz képest. Most ismerkedjünk meg az ágazatokkal. Ez a hegesztő képzés, ez egy 3 éves képzés. Az elméleti képzés az itt történik Siklóson a Garai szakközépiskolába, viszont a gyakorlati képzés az a Titán Kft. Jelen pillanatban a Titán Kft.-nál valósul meg, ami Beremeden a cementgyárban történik. Első évben ilyen 90%-ban a képzés az itt van az iskolában, ilyen 10%-ban kint vagyunk a Titán Kft. Telepein, ahol a gyakorlati elemeket gyakoroljuk be. Második évtől kezdve kötünk egy szakmunkás munkaszerződést. Igazából akkor egy ilyen 2 hetes ciklusokban ez úgy valósul meg, hogy a 10 napból 7 napot kint van a gyakorlati képzőhelyen, és 3 napot itt vannak a diákok benne az iskolában. Második évtől kezdve kapnak ösztöndíjat, melynek az összege 104 ezer forint, abból ilyen nettó 85-90 ezer forintot kapnak meg. A harmadik évben a gyakorlati képzés az ilyen 90% gyakorlat, 10% elmélet, maga az ösztöndíj rendszer az nagyjából ugyanez, és harmadik év végén kell vizsgát tenniük, 4 eljárásból fognak vizsgát tenni, és 4 eljárásból kapnak szakmunkás bizonyítványt, amivel azt mondom, hogy itt a környéken bárhol el tudnak helyezkedni, még azt mondom ki külföldön is. Tudjuk nagyon, hogy az élelmiszer, illetve a kenyér az élet egyik nagyon fontos dolga. A kenyérkészítés az egy hatalmas nagy tudomány. Jönnek a tanulók, és fogunk nekik mutatni különböző fonási technikákat. Ez sóskalács, a 4-es fonású kávéházi, illetve a bárhesz, ami egy briós fajta. Gyerekeknek, amit megmutatunk, illetve tanulnak, illetve otthon ellesik a szülőktől, anyutól, nagymamától, vagy érzik, amit sütnek otthon vasárnaponként, illetve a kiáramló finom sütemény illatát, ez beleivódik. És ez mind viszik magukkal a tanulmányok során. Az eladók képzés lett kereskedelmi értékesítő képzés. Egy 3 éves képzésről van egyébként szó. Az első év egy általános képzés, és az első év végén a diákok egy ágazati alapvizsgát tesznek. A 3 év alatt ugye megismerkednek a kereskedelem alkócseprő rejtelmeivel, egészen az áruátvétel folyamatától, a lépéseitől kezdve egészen ugye az áru feltöltésig, illetve az értékesítésig minden egyes mozzanatot megismernek, és tudnak is használni. Gyakorlati helyen dolgoznak mind a második héten, és ott egyébként már fizetést is kapnak. Egészen 9., 10., 11. évben egy portfóliót kell összeállítaniuk a fiataloknak, amiben ugye igazából eladják magukat. Minden sikeres tevékenységüket felsorolhatják, megismertethetik ugye a később a munkaadókkal, hogy ők milyen ismeretekre tettek szert elméletben és gyakorlatban is egyaránt. Én igazából ugye sokat hallottam erről a szakmáról, hogy könnyen el lehet helyezkedni, és a fizetés is úgymond nagyon jó. Igazából így szeretem a társaságot, és így a munkahelyen nagyon adatott ugye, hogy így emberekkel beszéljek, meg kommunikáljak, és nagyon segítőkészek is a szakmában. Ez a szakma 3 éves képzés. Az első év az egy vendéglátói alaposztály,
melynek végén majd ágazati vizsgát teszünk, és az ágazati alapvizsga tulajdonképp abból áll, hogy lesz 4 tétel, abból húzunk egyet, lefőzzük, lesütjük, illetve majd lesz egy felszolgálás és egy portfólió. Leosztályoznak ugye minket, és akkor majd az végén kell eldöntenünk, hogy pincérszakács vagy cukrászok leszünk. És sokan nem tudják, de az ételbe az érzelmeinket is ki lehet fejezni. Első évben igazából csak a tételeket főztük. Idén meg már ugye kint vagyunk gyakorlaton, szóval úgy mindent, ami az étlapon van. A pincérképzés a Garaiban nálunk 2017 óta kezdődött el a kabineten belül, tehát az iskola falain belül. Előtte mindig külső helyszínen gyakoroltuk a diákokkal a pincérképzésnek a rejtelmeit. De mióta itt vagyunk a kabinetben, nagyon sok minden változott. Kialakításra került nálunk ez a kabinet. Itt 60 négyzetméteren tudjuk a diákokat 12 fős csoportokban képezni. Ez 9. évfolyamban úgy néz ki, hogy heti egyszer vannak itt nálam, tömbösített képzések keretében, és akkor minden meg tudunk valósítani. Erre nagyon jó felszerelésekkel rendelkezünk, ezért a diákok önállóan tudnak a végére, mire végeznek 9. évfolyamon, akár felszolgálni, teríteni. Az idegen nyelvet gyakorolják az olyan szakos kollégákkal, akár német és angol nyelven. Ami még nagyon fontos, hogy most már, mivel az új éttermekben a digitális alkalmazások is elkezdődtek, ezért mi is ebben folyamatosan fejlődünk, tehát ami fontos, hogy most már a diákjaink nem egy papír és toll alapon veszik fel a rendeléseket, hanem előveszik mobiltelefonjaikat a kötényeikből, és akár telefonos alkalmazáson, applikáción is tudnak rendelést felvenni. Ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, így éttermi szoftvereket is használunk, és már szállodaprogramokat is. Tehát azt gondolom, hogy itt nálunk tényleg mindent megkapnak a diákok ahhoz, hogy később tudjanak tevékenykedni majd a gyakorlati képzőhelyükön. Maga a képzés ugye 3 évig tart, 9-be választhatnak akkor, és hogyha 9 után minket választanak, vagyis engem itt a pincérkabinetben, akkor 10-be és 11-be minden második héten velem töltenek 5 órát, amikor a nagyvizsgákra felkészülünk. Számomra ez az iskola egy pozitívum, hiszen itt több lehetőségem volt versenyekben részt venni, és elég jó eredményeket is értem el. Itt megtanultam olyan dolgokat, amit egy 10 éves így általában nem biztos, hogy tudna. A standolás az egy annyira időigényes és macerás része magának a vendéglátásnak, hogy nagyon jó lenne valahogy egyszerűsíteni és megkönnyíteni. És mi pont egy ilyen projektet kerestünk, hogy hol lehetne mesterséges intelligenciával felgyorsítani, megkönnyíteni, automatizálni. És akkor így jött így született az iBar applikáció. Átlátszó üvegeket, egyetlen egy fotót kell készíteni átlátszó üvegekről, felismeri az üveget, felismeri a folyadékszintet, és megmondja, hogy hány centiliter van benne. Mi nagyon szeretnénk, hogy minél többen használják ezt, és minél többen megismerjék, és oktatási intézményekkel alakítunk ki kapcsolatokat, hogy ingyen biztosítjuk az iBar licenszet, az appot, amit a gyerekek használhatnak, akár véleményt mondhatnak róla, tehát ennek meg a fejlesztésnél is nagyon fontosak a visszajelzések, és főleg az újabb és újabb generációktól biztos, hogy nagyon jó ötletek jönnek, hogy lehetne minél jobbá tenni, kényelmesebbé ezt az appot. És utána nyilván innen kikerülve ők már úgy mennek el vendéglátóhelyekre, pincérnek, menedzsernek, hogy tudnak az iBarról, hallottak róla, és így vihetik a hírünket. Iskolánkban nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek képzésére is. Ezt jelzi azt, hogy amilyen versenyen csak tudunk elindulunk, és szerencsére elég sok szép eredményt érünk el. Elindulunk sportversenyeken, elindulunk közismereti versenyeken, és természetesen a szakmai versenyeken is megmérettetjük magunkat. Az elmúlt 5 évben minden évben volt a szakmakiváló tanulóján legalább 60%-ot elért versenyzőnk, így ők egy kérelem után az 5-ös írásbeli vizsgát kapnak a szakmai bizonyítványukba. Természetismeretből, illetve matematikából és magyarból veszünk részt még versenyeken. Tavaly évben OSKTV országos 7. helyezett csapatunk volt, és idén is 2 tanulónk bejutott, ők most egyénibe, egyik a Reál csoportot erősíti, másikuk pedig a humán szekciót. A sport, bár úgy béreljük a csarnokot, de
De nagyon fontos számunkra, egyrészt a tanulóink egészsége miatt, másrészt egy jó csapat sport hatalmas nevelő erővel is bír. A Garai kupát kiírtuk, ez egy 4 csapatos torna, ami jelenleg is zajlik az iskolánkban, és terveink szerint ez minden évben így lesz, mint ahogy minden évben tervezzük ezt a fajta úgynevezett második nyílt napnak hívott pályorientációs napot, ahova a környékbeli általános iskolák 6.-7.-eseit hívtuk meg, és körülbelül 60-70 tanuló érkezett is hozzánk, és megtekinthették ezeket a kínálatokat. Iskolánk ugye Siklós központtal működik, de a környékbeli településekről nagyon nagy számú tanulónk van. Körülbelül 80%-os a bejáróknak az aránya. A 200 körüli tanuló létszám az egy családias kisiskola. Mindenkire oda tudunk figyelni, és igyekszünk is mindenkire odafigyelni. Ugye említettem a tehetséggondozást, de ez természetesen a hátrányos helyzetű vagy speciális nevelési igényű tanulókra ugyanígy vonatkozik. Működik iskolánkban dobbantó program szerinti képzés, ahol azokat a tanulók szerepelnek vagy tanulhatnak, akiknek valamiért nem úgy sikerült az általános iskola, és már elmúltak 16 évesek, őket is szeretettel várjuk, mert hogy egy részszakképesítést mi fel tudjuk őket készíteni egy részszakképesítés megszerzésére. A többieknek pedig azt tudom ajánlani, hogy akár a 3 éves képzésünkben, akár az 5 éves képzésünkben vesznek részt. Az 5 éves képzés ugye az eleve, mivel érettségit is ad, egy kapu a felsőoktatásba. A 3 éves képzésnél pedig, ha megvan a szakmai bizonyítvány, akkor utána 2 év alatt érettségit tudjuk őket felkészíteni itt az iskolába esti képzésbe. És egyre inkább jellemző az új szakképzési törvény adta lehetőséget kihasználva, hogy megtanulnak nálunk egy szakmát, és maradnak, és egy második szakmát is nálunk tanulnak a diákok. Ez picit jelzés is, hogy jól érzik magukat, meg a szakmai vizsgaeredményeink is azt bizonyítják, hogy ez a kis közösség, ami a Garait jellemzi, ez valóban magas szintű szakmai munkát tud végezni.